A tesztautóért köszönet a Hello Rockers Skoda márka kereskedésnek. A videót az Autócsaló nyékkárpitos Mihály támogatta. Üdvözlöm minden kedves nézőm, Kartos Patrik vagyok, és ez itt mellettem az új generációs Skoda Kodiaq. Generációs Skoda Kodiaq már BMW X5 modellhez hasonló orrmegjelenést kapott. Egy kis légterelő alakkal, légnyílásokkal a ütköző két oldalán és az átrajzolt fényszórókkal, valamint az orráról nem maradhat el az extra nagy méretű hűtőrács, ami az új Skoda modelleknél már alapvető dolog. A Kodiaq oldalán a domborodó ívek és éles vonások kombinációja tér vissza, amik megtörik az egyszerűséget. A hátsó részén visszatérnek az éles vonások és a C-formázó hátsó lámpák, mint a régebbi Skoda modelleknél. A csomagtérajtót mélyre húzták le, így rakodás közben nem kell magasra emelni a csomagokat, és meg kiegészítették tető légterelővel, ami a sportos formavilágot kiegészíti. Ha már a hátsó részénél járunk, nézzünk be a csomagtérbe. A tesztelt modell esetében a csomagtérajtó már elektromos volt, ami nyitható kulcsról, a vezető oldali ajtóról és a csomagtérajtón elhelyezett nyitó gombbal is. A csomagtér már alaphelyzetben is óriási a 910 literes méretével, ami könnyedén elnyeli a vezető és a négy utas csomagjait. A kalaptartó is könnyed mozdulattal visszacsúsztatható, ha tele lenne a kezünk. És a mélyre lehúzott csomagtérküszöbnek köszönhetően nem kell nagyon magasra emelni a csomagokat, megkönnyítve a rakodást a csomagtérben. A csomagtér oldalain csak egy-egy rejtett akasztót találunk, de mindkét oldalon megvan a helye a plusz kihajtható akasztóknak, ami valószínű kiegészítő csomagban kerül a Kodiaqba, mint a csomagrögzítő kis elemek. De a hátsó üléssor csomagtérből is ledönthető, ami hasznos kiegészítő az alapmodellben, ami már a felszerelés része felár nélkül. Bal oldalon két nagy tároló zsebet találunk, így van hova rakni a kisebb tárgyainkat, és még fém rögzítőfüleket is találunk a tárgyak lerögzítéséhez. A jobb oldalon egy 12 voltos csatlakozót is elhelyeztek, és egy kisebb rekeszt, amiben le is tudjuk rögzíteni az elhelyezett tárgyat, ami akár elsősegély csomagnak is ideális tud lenni. A csomagtér alá 159 euróért kérhető pótkerék, ami a tesztelt modellben is megtalálható. De alapfelszereléshez csak abroncsjavító készlet jár. És hogy ne legyen útban kerékcserénél a csomagtérpadló, egy kihúzható akasztóval a csomagtérajtó peremébe lehet akasztani. És ha kevés lenne az alap csomagtér, egészen 2105 literig tudjuk bővíteni, ami után már nagyobb tárgyak és bútor szállítására is bőven elég a Kodiaq csomagtere. De a 7 személyes modell esetén 70 literrel kisebb a csomagtér mérete ledöntött üléssorral. De nézzük, mit ad a Kodiaq a hátsó sorban. A hátsó ajtó széles szögben nyílik, így könnyű a beszállás. És az ajtó dizájn is szép, de hátul már keményebb a fekete műanyag az ajtó felső részén, az első ajtóhoz képest. A világos szürke betéti szép összhangot képez a konyakbarna élénk színű feláras kárpittal, ami elég drága, de színesebbé teszi a komor szürke átlag belteret. És a szürke betétbe beleolvad a hangulatvilágítás, ami a műszerfal vonalait is követi. Az ajtókilincs formája sem átlagos a Kodiaqban, amik cápafarok úszó formát kapnak. És a Skodánál megszokott módon, az új Kodiaq esetében is könnyedén elfér a 1,5 literes üdítő az első és hátsó ajtókban egyformán, de hátul kicsit szűkösen. Mielőtt beülünk, az ülés végénél a kis fület elég meghúzni a háttámlák visszadöntéséhez. Enélkül fixálva vannak a ledöntött háttámlák. És a fülnek köszönhetően igény szerint a dőlésszöget is tudják hátul az utasok állítani, ami a kényelmet fokozza. A széles beltérnek köszönhetően három felnőttnek is elég a hely, hosszabb utazáshoz is. Az utasoldali ülést
Teljesen hátra toltam, és még így is van bőven láttér, és nem szűkös. A fejtér középen is elég, 2 méter magasság esetén is. Középen a kihajtató könyök támaszt találjuk, egy kis füllel, megkönnyítve a kihajtást, ami 2 pohár tartót rejt. A 2 első ülésen a tároló zsebeket találjuk, mobiloknak kialakított zsebbel kiegészítve. És már alapfelszerelés része a 3 zónás klíma, amihez érintős gombokat kapunk a hőfok beállításához. És folytassuk elől. Az első ajtón visszatér az igényes ajtó dizájn kellemes tapintású felületekkel. A masszív, kényelmes, ergonomikus ülésekben foglalhatunk helyet elől, ami a vezető esetében már elektromos memóriás ülés volt, ami feláras extra, és a koriáknál is elérhető a masszás funkciós első ülés, ami a Skoda Superbnél már az alapfelszerelés része. És még sportos vezetés mellett is nagyon jó oldaltartást nyújtanak. A vezető és utasa előtt a műszerfal szép, igényes kidolgozást kapott, kiegészítve a digitális műszercsoporttal, és egy normál méretű tablettel a középkonzol tetején, ami nem túl nagy, és könnyen kezelhető az új kezelőfelülettel. A kormánykerék mögé már az új szupermodellben is megtalálható digitális műszercsoport kerül, ami kerek óra dizájn megjelenéssel talán a legjobb, mivel nincs navigáció az alapmodellben, amit már a magasabb Selection Top felszerelésnél már megkapunk felár nélkül, de így a háttér alap fekete, sötét, ahogy látható a tesztelt Kodiakban. De GPS esetén a műszercsoportra is ki lehet rakni a térképet, színesebbé téve a műszercsoportot. És a digitális sebességmérő fix a kijelzőn, bármilyen nézetet használunk. A középkonzol tetején az érintőképernyő egyszerűbb, könnyebben használható kezelőfelületet kapott, a főbb funkciók gyors elérésével, és minden más az autóikonon keresztül elérhető. A segédrendszerek, autóállapot, rádióbeállítás és további egyéb beállítások. A klíma kezelése érintőképernyőn és forrókapcsolón keresztül is kezelhető. A levegőáramlás iránya, ventilátor erősség, amit a kijelzőn is látunk, összhangban változik a forgókapcsolók használatával. És a forgókapcsolók színes kijelzőjével a beállítás módosítása. A forgókapcsolók itt is több funkciót ismernek. A Kodiak esetében minden funkció aktív volt a forgókapcsolókon, amiket igényeinkre tudunk szabni az érintőképernyő beállításai között. A rejtett rekeszben 2 mobilnak alakítottak ki tárolóhelyet, amik mindkét mobil esetén vezeték nélküli töltésfunkciót kapnak, és még egy kis elválasztót is kialakítottak, így tempósabb kanyarvételnél sem csúszkálnak a mobilok. És még hűvösen is tartsa mobilokat a tárolóhely a Kodiakban, ami előnyös tud lenni, mivel a rendszerhez kapcsolt mobilon folyamatosan megy a Wi-Fi, a Bluetooth és a mobilnet, amiktől gyorsan melegszik a mobil. És ha csak a Wi-Fi-t kikapcsoljuk a mobilon, már a kapcsolatot megszakítja az autó rendszere. A másik fedél a pohártartókat rejti, amiből 4 találunk, sofőr és utas számára kisebb és nagyobb üdítőhöz. De a 4 pohártartó összecsúsztatható, így 2 pohártartónk lesz, és egy használható szögletes rekeszünk. És még a könyöktámaszt is rejt egy rekeszt, ami nem a legnagyobb, de elfogadható méretű. Az utas oldalán meghagyták a dupla kesztyűtartót, amit rejt a kárpitozott fedél, hasonlóan, mint a korábbi generációnál. Így mindennek megvan a helye a Kodiakban. Még mielőtt elindulunk, nézzünk a motorháztető alá, ami a tesztelt modell esetében egy 193 lóerős turbófeltöltős dízelmotornak ad helyet, amit összkerékhajtással kombináltak. De a hajtások között találunk egy 5 TSI 150 lóerős benzinmotorral kombinált plug-in hibrid hajtást, ami több mint 100 km tud tisztán elektromosan megtenni. De kisebb a csomagtere és 173 kg-mal nehezebb az akucsomagnak köszönhetően. És az összteljesítménye 204 lóerő a hibrid rendszernek, mint a 2 literes TSI benzinmotoros hajtásnak. De a 2 literes benzinmotor csak augusztusban érkezik a kínálatba a sportos Sportline felszereléssel. Az alapmotor az 1,5 literes TSI turbófeltöltős benzinmotor,
ami már mild hybrid rendszert használ, és 150 lóerőt nyújt, amivel már szépen megy a Kodiaq. A dízelhajtást kedvelőknek is két lehetőséget kínál a Skoda. A 2 literes TDI Evo dízelmotoroknak köszönhetően, amik 150 és 193 lóerővel választhatók, a gyengébb csak elsőkerekes, és az erősebb csak összkerekes kivitelben. A hamarosan érkező 2 literes TSI benzinmotor szintén összkerékhajtással lesz kombinálva. Induláshoz a kormányon található fokozatválasztót fordítsuk előre, és egy kis gázadással automatikusan old az elektromos rögzítőfék. De bal oldalon a fényszóró kapcsolóknál találjuk a gombot a rögzítőfékhez, így magunk is ki tudjuk engedni, vagy be tudjuk húzni, szükség esetén. De amint leállítjuk a motort, automatikusan P fokozatba vált a váltó, és a rögzítőfék aktív lesz. A TDI dízelmotor finoman jár, ami már megszokott a Volkswagen csoportnál, ami a Kodiaq elegáns stílusához illik, kellemes kultúrált járásával, és a DSG váltó is szépen finoman vált. Automata módban is elég gyorsan reagál a gázadásra, ami előzésekhez jól jön. De a kézi váltásmódhoz váltófüleket is kapunk, ha magunk szeretnénk fokozatot váltani. De szerintem egy kényelmes nagy szabadidő terepjárónál nem a sportos kézi váltásmód, amit az ügyfelek gyakran használnak. Ez inkább a sportos modellekhez való, mint az Octavia RS vagy a Sportline modellek a Skoda kínálatában, amivel augusztusban bővül a Kodiaq kínálat, és várhatóan később a luxus Laurent & Clement modellváltozat is megjelenik a kínálatban. A városi forgalomban a méreteit kell megszokni, de a tolatókamera is segít a parkolásban, szép tiszta képpel és a segédvonalakkal. De még a szenzorok a közelségét is jelzik az akadálynak, vonalakkal és hanggal. Ha nem lennénk biztosak, hol van az autó hátulja az akadályhoz képest. A méreteit tekintve körülbelül 6 cm-rel lett hosszabb az előtthöz képest, és a beltér méreteiben is növekedett, ami érezhetően nagyobb lett a hátsó üléssorban. És a csomagtér mérete is nagyobb az előtthöz képest, már alaphelyzetben is. A tágas prémium szabadidőterepjáróval kellemes az országúti utazás, és az autópálya tempó sem jelent gondot. Csendesen, kényelemben utazhat a vezető és az utasai. A futómű hangulás is csak nagyon rossz minőségi utakon érezteti az úthibákat, de csak minimálisan. Igaz, a tesztelt modellen a feláras legnagyobb felnézet volt, ami a 20-as méret. A gázadásra a váltó kicsit gondolkodik, de ennyi belefér. Gyorsan szedi a lábát az összkerekes Kodiaq, ami 7,8 másodperc alatt futja meg a 100-at. És a videón is látható, töretlenül 20, gyorsulás közben. Amihez 6-7 liter közötti átlagot ír a gyártó, ami tartható szerintem vezetési stílustól függően, ami az összkerékhajtásnak és a tömegének is köszönhető. Amivel szerintem nagyon jó mindenes az új Kodiaq, ami akár 7 személyes kivitelben is választható. A vontatható tömeget illetően az 1.5 TSI benzines és hibrid kivitel 1800 kg maximális vontatható tömeget húzhat. A 150 lóas gyengébb dízel esetében már 2000 kg a vontatható tömeg. A tesztelt példánnyal viszont már 2300 kg a maximális vontatható tömeghatár. Az új generációnál optimalizálták a tetőívet is aerodinamikailag, ami a fogyasztásra kedvező hatással van. Ha végignézted a videóm és tetszett, lájkold és kövess be! Ha van olyan modell, ami érdekelne, írd meg kommentben!